A Shakespeare ciklus idei darabja, az angol költő talán leghíresebb műve a Hamlet volt. Szakácsi Sándor a darab főszereplője vallott nekünk a dán királyfival kapcsolatos érzelmeiről. Szakácsi Sándor színművész úrral beszélgetek. Ön nem először fordul elő, és nem először szerepel Gyulán. Minek tudható ez? Mik az érzelmei a várossal kapcsolatosan? Hát, hogy minek tudható, azt én nem tudom, ez véletlen alakult így, hogy már főiskolás koromban játszottam itt először egy pici szerepet, ez 73-ban volt, és azóta körülbelül 10-12 nyarat töltöttem itt Gyulán. Én nagyon szerezem a helyet, a várat is, és nagyon sok szép emlékem van tényleg a városhoz, mert most már egyre a szerepek is olyanok, hogy komoly szép játékok, feladatok, amik még pluszba megerősítik ezt a vonzalmat a helyhez. Ön eljátszhatja most az idei évadban Hamlet szerepét. Játszotta-e ezt a szerepet már, és mennyiben lesz ez mérvadó az ön pályáján? Hát azt nem tudom, mennyire lesz mérvadó a pályámon, nem játszottam még soha Hamletet. Nem tudom, hogy a dolog hogy fog sikerülni, hát én ebben a pillanatban idáig vagyok vele, úgyhogy minden percem ennek a jegyében telik, én mindent megpróbálok. Úgy érzem, hogy nekem való. Hát aztán a végeredmény az majd kiderül. Nagyon sokan játszották ezt a szerepet már ön előtt is. Ha jól tudom, legutoljára Mel Gibson alakította ezt a szerepet Zeffirelli filmjében, és mit gondol, nem féle a kritikáktól, mivel hogy annyira tág skálán játszották már ezt a szerepet? Erre azt tudom mondani, hogy senkinek az alakítását nincs szándékokban utánozni, másolni. Én úgy álltam ehhez az egész dologhoz hozzá, hogy a legelső és a legfontosabb számomra is, hogy ne érezzem ennek a terhét pontosan, hogy milyen, hogy úgy mondjam, a színészet csúcs szerepéről van szó, hogy ezt ne érezzem, ezt a plusz felelősséget. Először is arra kellett valahogy rávenni magam, hogy elfelejtsem, hogy a Hamletet próbálom, hanem úgy próbáljam, mintha egy bármilyen más darabot próbálnék. Az összehasonlítástól nem félek, mivel én nem akarok senkihez hasonlítani, a dologot fog megmérettetni bárkinek az eddig által játszott Hamletjével, hogy az én Hamletem az ilyen lesz, amilyen lesz. Remélem, hogy siker olyannak, aminek gondolom én is, meg a többiek is, meg a Sikferi, aki rendezi. Én szeretném, hogyha Hamlet nevén keresztül Szakácsi Sándor gondolkozna és élne. És amit én ezekről a dolgokról gondolok, az derül neki nyilván, amennyire ezt a darab engedi. Milyennek látja Hamletet? Láttuk Hamletet már tépelődőnek, összeroskadt embernek és durvának is. Ön mit gondol erről a figuráról? Egy nagyon összetett jellem, karakter. Semmiképpen nem egy sápat, méla, holtkóros, hanem egy igenis tenni akaró, tehát egy cselek, nem passzívan gondolkodó, filozófáló lény, hanem igenis aktívan, cselekvően gondolkodó, és a cselekvéseit minden oldalról lefedezni kívánó ember, aki addig nem öl, amíg nincs megbizonyosodva arról, hogy joga van hozzá. Nem olyan könnyű dolog megölni egy másik élőlényt, pláne akkor, hogyha egy ilyen szellemi szintű emberrel állunk szemben, mint ő, aki egyébként, ha figyelmesen olvassuk a darabot végig, akkor 30 éves, kimondatik a darabban, mert 30 éve sírású, és aznap kezdte el, amikor Hamlet a világra jött. Úgyhogy én nem tudom, én mindenképpen egy világgal jobban, tehát aktívabban szemben álló, magának a jelen körülményeket kikérő, és az ellen tenni akaró, csak nagyon nehezen tudó valakit gondolok. Hát aztán még nagyon sok vonása van, amit most hadd nem mondjam, mert akkor itt állunk reggelig. A darabbal kapcsolatos elképzelései mennyiben harmonizálnak a rendező elképzeléseivel?
Abszolút egyetértés van közöttünk, azért is bízta rám a szerepet. Úgyhogy komoly partnerekként, alkotótársakként vagyunk jelen. Ezt másképpen nem is lehet csinálni. Szóval Hamletet nem lehet úgy rendezni, semmit véleményem szerint, de ezt aztán semmiképpen nem, hogy jön egy rendező és azt mondja, hogy most csináld ezt. Azt nem, ezt ketten alakítjuk ki, meg a partnerek. Eddig nagyon... Én nem vagyok egy ilyen lekopogós fajta, nem szeretem, babonás vagyok, csak másfajta képpen. Eddig, hála jó Istennek, teljes az egyetértés, és nagyon, nagyon jó hangulatban készülünk. Mióta tartanak a próbák és a többi szereplővel, milyen a viszonya? Hát a próba, ez az egyik nagyon nagy baj, hogy írtó kevés az idő, mert én július 12-én jöttem le ide Gyulára, tehát ha dátum szerint veszem, akkor augusztus 12 a premier, az egy hónap próbaidő. Eddig a darabot nem próbáltuk sehol, és itt kezdtük el, mindössze egy ilyen szöveghúzó próba volt Pesten. Hát nyilván előtte már foglalkoztam a darabbal, de igazándi volt tanulni és próbálni, csak itt kezdtük, úgyhogy egy hónap az nagyon kevés. Nagyon-nagyon feszített a dolog, de hát reggel is, meg este is próbálunk. Mennyire lesz? A partnereket kérdezted még, hogy ne felejtsük. Maximálisan úgy érzem, hogy elég jól sikerült társulatot kiállítani ehhez a darabhoz. És jól is vagyunk egymással. Mennyire lesz meghúzva a szöveg? Annyira, hogy Shakespeare ne csonkuljon tőle, de ugyanakkor nézhető időtartamú legyen az előadás. Itt gondolok arra, hogy nem 4,5 órás előadás, hogyha lejátszanánk a teljes szöveget, az nem megy. És nincs is rá szükség, mert egyszerűen olyan elvont filozófiai részek vannak benne, amiket a néző nem nagyon tudna követni, és nincs is értelme. Tehát igazándiból a cselekményre koncentrálunk, magára a történésre, és a Hamlet belső gondolati, az agyába lezajlódó útra, hogy jut a különböző pontokig, és mi hogyan történik vele. Úgyhogy majdnem, hogy krimiszerűen vannak a dolgok egymásra hozva. Na és mi lesz a szerep után? Mik a közeljövőben lévő tervei? Tervem, én nekem kérem szépen az, hát ha sikerült. Először is innen, hogyha ezt befejeztük, akkor elmegyek nyaralni, pihenni, mert folyamatosan dolgozom, már nem is tudom mióta. 5 premierem volt a szezonban, a színházban, a Nemzetiben, 5 nagy szerep, plusz még az egyetemi színpadon, tehát az 6 bemutató, itt a Hamlet a 7., ami fölér egymagában 6 darabbal. Pihenek 2 hetet. És aztán utána ősszel kezdődnek a színházban a felújító próbák, és ott is újra próbáljuk a Hamletet, mert a Nemzeti Színházban még ebben az évben bemutatjuk. Mennyiben más, lesz más a Nemzeti Színházban bemutatásra kerülő darab és az itteni? Én csak a környezeti részét tudom erre megválaszolni, tehát itt egy fantasztikusan idevaló, ide termett darab ebbe a várba. Nyilván itt kihasználjuk az összes váratta körülményeket. A színházban meg alkalmazkodni kell a színház körülményeihez. Gondolatiságában biztos, hogy ugyanaz lesz, mint itt. A körülményeiben és a kiállításában lesz más. Gondolom én, de erről a Sikfeli tudna többet mondani, hogy ahogy képzeli. Nyilván kell bizonyos változtatásokat eszközölni a dologban, hogy ott is jól működjön színházban. Hát nagyon sok sikert kívánok a darabhoz!